Ez a Hír 18, a járság híradója 18 településről 18 órakor. Vármegyei területfejlesztés és versenyképes járások program. Részben ezekről a témákról szólt a Nézőpont legutóbbi adása, melynek vendége Borbás Zoltán újraválasztott alelnök volt. Önkormányzati finanszírozásban szervezik meg az idei tüdőszűrést Jászárokszálláson. Konferencia a szenvedélybetegek és a pszichiátriai ellátásra szoruló gondozásáról. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják, hétfőn 18 településről 18 órától. Némileg megváltozott összetétellel, az előzőhöz hasonló politikai arányokkal alakult meg a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés, mely a jövőben is a térségi gazdasági kiegyenlítés és területfejlesztés megkerülhetetlen lépcsőfoka lesz. Pláne a versenyképes járások programban újra osztott 65 milliárd forint iparűzési adó pályázati előkészítését figyelembe véve, mely lehetőséget biztosít a szerényebb költségvetésű településeknek a felzárkózáshoz. Részben ezekről a témákról szól a Nézőpont legutóbbi adása, melynek vendége Borbás Zoltán újra választott alelnök volt. Egyfajta megerősítés volt, hogy ugyanazzal a létszámmal, 11 fős Fidesz frakcióval tudjuk folytatni a munkát, tehát a társadalmi támogatottsága nem csorbult a kormányzó erőnek a megyében. Némi ellenzéki átrendeződés mellett, de a partnerség szellemében kezdte meg fejlesztéspolitikai munkáját a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés. Az ellenzéki oldalon van átrendeződés, a Mi Hazánk egy főről három főre erősödött, a DK egy főről két főre erősödött, a Jobbik három főről egy főre csökkent, és a Momentum mozgalom ugyancsak egy fővel van jelen a közgyűlés munkájában, az MSZP nem tudott képviselőt juttatni a megyei közgyűlésbe, tehát ezzel a felállással indulunk, és én úgy látom, hogy mindenki elkötelezett abban, hogy a területfejlesztésnek a zászlaját sikerre vigyük. Még egy 25%-nyi forráskeretünk van a TOP Pluszból, ezt szeretnénk kihelyezni, ezt elő is készítettük alaposan, ahogy említettem, áprilisban a stratégiai dokumentumok elfogadásra kerültek, nagyon várjuk a start pisztoly eldördülését. A rajtszalagnál viszont jelentős célok rostokolnak. Ilyen a Berényi Kampusz fejlesztése is. Ha emlékeznek, akkor az előző ciklus neuralgikus pontja a Malom projekt volt, melynek cívódásai után a megye áthelyezte a fejlesztése szánt 1 milliárd forintot a Jász-Berényi Kampusz terveire. Amikor Jászberényhez került ez az 1 milliárd forint, akkor ugye volt arra hivatkozás, hogy vannak bizonyos határidők, amiket be kéne tartani, pályáztatással ilyesmilyen, hogy ez még jól elkölthető legyen ez az 1 milliárd. És most ugye eltelt már azóta egy év, vagy igen, több. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Ugye ez azért két szempontból is volt releváns. Egyrészt az az elvesztegetett idő, az most is hiányzik. Tehát ha az a plusz egy év meglenne, nyilván nem kellene ennyire akár erőltetett ütemben is az előkészítési időszakot megtenni. Mint ahogy utaltam is rá, novembertől, ha jól emlékszem, áprilisban fogadtuk el a felhívási kereteket, ezt teljes egészében ki tudtuk munkálni 6 hónap alatt. Aha. Erre esetleg egy konszolidáltabb időszakban talán hosszabb időt is hagytunk volna. Tehát ez az egy év, ez mindenképpen hiányzik. A kockázatát semmiképpen nem akartuk annak felvállalni, hogy nem láttunk igazán elmozdulást a Jászberényi előkészítési padhelyzetről, és nem látunk arra sem garanciát, hogy ez a forrás kihelyezhető lesz. És ami még nagyon fontos relevancia a történetben, két külön felhívásról beszélünk. Az egyik egy kulturális projekt lett volna, a várossal közösen partnerségben megvalósítva, a megyei önkormányzat saját projektje, úgymond, társul hívva Jászberény város önkormányzatát, a másik pedig a kampusznak lesz egy projektje, természetesen partnerségben benne van a megyei önkormányzat is, de ott nem mi leszünk a gesztorok, és a partner is nem egy önkormányzat, hanem egy egyházi fenntartású intézmény. Az 1 milliárd forint elvi kerete tehát jelenleg is rendelkezésre áll, csak a kormányzati zöld lámpa hiányzik a felhasználhatósághoz, hogy a térség gazdasági igényét kiszolgáló felsőoktatási műszaki mérnökképzés egyre nagyobb hatékonysággal szolgálhassa a helyi versenyképességet. A közgyűlés feladatai kibővülnek a versenyképes járások program szakmai előkészítésével is, melyről részletesebben szóltunk az október 25-i Hír 18-ban. Borbás Zoltán elmondta, hogy ők
A koordináció és a döntés előkészítő munkát szakmai elvek alapján igyekeznek ellátni, minek hatására minden évben garantált fejlesztési forráshoz juthatnak a járások és a kis iparűzési adóval rendelkező települések az erre szánt országosan 65 milliárd forintos keretből. Az alelnök az elmúlt hetekben válaszúthoz érkezett, mert elnöksége és a Jászapátin elnyert képviselői mandátuma összeférhetetlen, így döntenie kell, hogy melyik munkakörben szeretne tevékenykedni. Jászapátiban minden bizonnyal fel kell majd adnom a közgyűlésben betöltött helyemet, azt a közvetlenül választott képviselői mandátumot, amire egyébként nagyon büszke vagyok, és hálás is vagyok a jászapátiaknak, hiszen már sokadik ciklus óta tudom megkezdeni jó voltukból a munkát, úgyhogy ezt a bizalmat mindenképp szeretném megszolgálni. Tehát a cél az, ahogy az előző ciklusban is, állandó meghívottjaként a jászapáti képviselőtestületi üléseknek a munkában továbbra is részt kívánok venni. A megyei politikust arról is kérdeztük, hogy szerinte milyen módon lehet Jászapátin konstruktív együttműködést megvalósítani a város fejlesztése érdekében. Az erre adott válaszát és a beszélgetés teljes terjedelmében megtekinthetik a november 1-i nézőpontban a JTTV online felületein. Ki lesz a jegyzők munkáltatója a jövőben és milyen mértékben szeretne belenyúlni a települési iparűzési adók elosztásába a kormány? Többek között erről is faggattuk Pócs Jánost a képviselő Info októberi felvételén, de a témában készített beszélgetés annak hossza miatt már nem kerülhetett be a műsorba, így most a kimaradt részből láthatják az erről szóló beszélgetés rész összefoglalóját. A teljes műsort megtekintetik a JTTV online felületein. Két fontos önkormányzati körben felmerült kérdés van, amiről beszélnünk kell. Ez a mi lesz a jegyzői kinevezésekkel, átveszi-e mindezt a kormányhivatal, szóval ennek a másik pedig az iparűzési adó kérdése. Az elmúlt hetekben kiszivárgott hírként kezelték azt az információt, mely szerint a kormányzat beavatkozhat a települési önkormányzatok életébe azzal, hogy a jegyző munkáltatója nem a képviselőtestület, hanem a kormányhivatal lenne. A téma az önkormányzatok napja alkalmából szervezett konferencián a Magyar Önkormányzatok Szövetségének rendezvényén is felmerült szeptember közepén. Erről Eszes Béla János Ida polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége társelnöke is beszélt az ATV stúdiójában. Ha a jegyzőt kiveszik ebből a közösségből, és elszakítják a hivatal többi dolgozójától, akiknek egyébként a munkáltatója. Tehát ez egy következő érdekes kérdés, hogy onnantól kezdve, ha a jegyző munkáltatója a kormányhivatal lesz, a továbbiakban ugye a jegyző lesz továbbiakban is a hivatal munkáltatója, akkor mi történik a hivatali dolgozókkal? Részben e téma kapcsán érintettük a közben kormányzatilag cáfolt hírt a képviselőinfóban. Azt, hogy a jegyzőket átveszi a kormányhivatal, ezt Eszes Béla polgármester kolléga terjesztette, ő terjesztette ezt 2018-ban is, hogy a kistelepüléseken megszűnik az önkormányzat. Annyi igaz a jegyzőkből, mint amennyi igaz volt abból, hogy megszűnnek a kistelepülések önkormányzatai, erről ennyit. A iparűzési adó kompenzálásával kapcsolatban ugye Navracsics miniszter tett egy aránylag egyértelmű Facebook posztot közzé. Még a parlament ezt azért majd pontosítani fogja ennek a részleteit. Azóta azt is megtudtuk, hogy ennek részleteit a versenyképes járások programban dolgozza ki a kormány, melyről a Vármegyeházán tájékoztatták a polgármestereket. Az az alap, hogy az idei évnek az adóbevétele, ez jelent egy olyan alapot, ami ott marad az önkormányzatoknál. Az F fölötti, az pedig a járáshivatalokhoz egyenlő arányban pályázás útján lesz pályáztatható, hogy a elmaradottabb települések, járások, azok is ugyanúgy kapjanak támogatást, hiszen azért a legtöbb helyen egy városnak a nagy iparűzési adóbevételéhez, ahhoz mégiscsak mondjuk nem csak az önkormányzat meg a lakosság kellett, hanem kellett egy földrajzi adottság, mint például az autópályának a közelsége, kellett az a gazdasági befektetés, amit a kormány ösztönzött, és a szomszéd kis települések is ugyanolyan fontosak. A szemlélet ez. Ez a forrás a pénzügyminisztérium kalkulációja szerint 65 milliárd forint lesz, ami a vármegyei közgyűlések szakmai előkészítésével válik pályázhatóvá a települések számára. A témáról bővebb információt talál a Hír 18. október 25-i adásában. A 10. havi képviselő infót pedig más témákkal megtekintheti televíziónk Facebook és YouTube csatornáján, illetve a jttv.hu oldalon. A hosszú nyári szünet után folytatódott a küzdelemsorozat a női röplabda MB2-ben is. A berényi lányok azt a miskolci csapatot látták vendégül, amely eddig mindkét mérkőzését megnyerte.
Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. Frissítette a Jász fővárosi kerékpárutak felfestéseit a JVV ZRT. Közterületfelügyelőt keres a jászapáti önkormányzat, és mutatjuk a novemberi véradási pontokat a jászságban. Rövid híreink között ezekről hallhatnak. Frissíteni az útburkolati jeleket a JVV ZRT egyik állandó feladata a Jász fővárosban. Legutóbb a Dózsa György út kerékpárúti jelzéseit és piktogramjait festették. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRT minden évben ütemszerűen végzi a kopott útburkolati jeleknek az újrafestését. Idén külső vállalkozóval több mint 10 millió forint értékben végeztek útburkolati jelfestéseket. Ezek a munkák már elkészültek, de természetesen azért vannak a városban olyan helyek, ahol lakossági jelzésre, a mi jelzésünkre azért még észre tudunk venni olyan kopott útburkolati jeleket, amit még javítani kell. Az elmúlt időszakban ilyen volt például a Dózsa György úton, a kerékpár úton lévő kerékpáros piktogramok, amelyek eléggé megkoptak, és ennek a festését a JVV ZRT végezte el saját munkavállalói által. Ilyen festések még történnek ebben az időszakban. A Varga utcai társasház mögötti parkolóállásokat szeretné még újrafestetni, a parkolóállásoknak az elválasztó vonalait, illetve szintén elég kopottnak látják, és még idén meg szeretnék csinálni a Szent István körúton a Coop áruház körüli parkolóállásoknak az elválasztó csíkjainak a festését. De természetesen a VB ZRT, illetve mi is, mint városgazdálkodási osztály folyamatosan figyeljük, és amint ilyen helyszíneket észlelünk, jelezzük a VB ZRT felé, aki igyekszik ezt minél hamarabb elvégeztetni. A jászapáti polgármesteri hivatal pályázatot hirdetett közszolgálati jogviszony keretében közterületfelügyelő munkakör feladatkör betöltésére. A teljes heti 40 órás munkaidő keretben végzett állás legkorábban 2024. december 1-től tölthető be 6 hónap próbaidővel. A pályázati feltételek, előnyök részletesen olvashatóak a közszolgálás portálon. A pályázat benyújtásának határideje november 15-e. A tévhitek ellenére nem sok macera előzi meg a véradást, és a legtöbben adhatnak is vért. Mindössze egy gyors adatfelvétel, a szükséges orvosi vizsgálat elvégzése, és már kezdődhet is az életmentés. Hiszen egyetlen véradományozással 3 ember életét menthetik meg az önkéntes segítők. A Vöröskereszt jársági szervezete november hónapban is több lehetőséget is biztosít a nagylelkű önkénteseknek a képernyőn látható helyszíneken és időpontokban. Önkormányzati finanszírozásban szervezik meg az idei tüdőszűrést Jászárokszálláson. Erről döntött nemrégiben a város képviselőtestülete. A prevenciós célú szűrővizsgálat 10 napon át lesz elérhető a város lakói számára. A helyi egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben döntést hoztak arról is, hogy ezután 2 fogorvosi körzet működtetésével biztosítják a fogászati ellátást a településen. Egyhangú határozattal biztosítottak anyagi forrást Jászárokszálláson a városi költségvetés tartalék keretéből az éves tüdőszűrés finanszírozására. A testület október 21-én tartott soron kívüli ülésén 3 millió forintot hagytak jóvá szűrővizsgálatokra. Szomorúan értesültünk mi is a Vármegyében, hogy az idei évben már nem lesz biztosított városunkban az ingyenes tüdőszűrővizsgálat. Én jó magam is, és a képviselőtestület minden tagja nagyon támogatja ezt, hogy erre szükség van, tehát mindannyian egységesen azonnal, amikor erről értesültünk, úgy döntöttünk, hogy a tartalékkeret terhére ezt megpróbáljuk megszervezni. A rendelkezésre álló rövid határidő ellenére is sikerült megfelelő megoldást találni a prevenciós egészségügyi szolgáltatás biztosításához, mutatott rá a város polgármestere. 10 napra sikerült november 12-től november 22-ig a szűrőbuszt megrendelnünk ide Árokszállásra. 1500 lakos szűrése fog megtörténni, és még annak külön örültünk, hogy szombat-vasárnap is szűrnek, tehát még azoknak is elérhető lesz, akik esetleg egy olyan munkarendben, vagy egy olyan heti beosztásban dolgoznak olyan munkahelyen, hogy csak szombat-vasárnap érnének rá. A november 12 és 22 között a polgármesteri hivatal udvarára telepített szűrőbuszról nem volt vita a testületben. Nagyon fontos a prevenció, ha csak egyetlen egy ember életét mentjük meg, ha csak egy valakit, vagy valakit szűr neki, az is jó.
Ez a szolgáltató vállalta azt is, hogy leletez, illetve kiértesíti a lakosokat, továbbá még beutalót is küld azoknak a lakosoknak, akiket esetleg valamilyen utólagos különvizsgálatra irányítanának. A szolgáltatást a helybéliek számára biztosítja az önkormányzat, azon a Jászárok szállási lakcímkártyával rendelkezők vehetnek részt. Az elmúlt két évben tartós helyettesítéssel ellátott fogorvosi körzet ügyében is döntést hoztak a képviselők. Már az előző testület elindította a folyamatot annak érdekében, hogy az eddigi három fogorvosi körzetből kettőt hozzanak létre. A legutóbbi ülésen ez zárhatta le az új testület. Ezen az ülésen most már konkrétan döntöttünk a harmadik körzet kettéosztásáról. Ez azt fogja jelenteni, hogy a jelenlegi két fogorvosi körzet fogorvosához fog tartozni mindenki a városban, és most már az utcák szerinti bontásról tudott dönteni a képviselőtestület. Várhatóan ennek még most egy 30-60 nap az átfutási ideje, tehát bízunk benne, hogy 2025. januárjától fogjuk tudni most már így az ellátást biztosítani. Az intézkedés megfelelő hátteret biztosíthat a harmadik körzetben élők folyamatos ellátásához. Nem volt arra lehetőség sem óraszámban, sem egyéb más technikai paraméterekkel, hogy teljes ellátást tudjunk biztosítani. Ez nagyon-nagyon bántott bennünket, de nem tudtunk mit tenni, hogy nem érkezett fogorvos. Így viszont ugye növekedni fog a fogorvosok rendelési ideje, az óraszám is, így minden lakos egyforma ellátást fog végre kapni, és mindenki megfelelő egészségügyi szolgáltatáshoz jut. A szenvedélybetegek és a pszichiátriai ellátásra szorulók gondozását, problémáik orvoslását, a jó gyakorlatok példáinak bemutatását vállalta fel Jászberényben a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Észak-Alföldi Regionális Új Esélyközpontok szervezésében megtartott konferencia. A szakemberek október 31-én a Dériné rendezvényházban tartották meg tanácskozásukat. Magyarországon a Covid kezdete óta 281%-kal nőtt az alkoholfogyasztás, jelentősen nőtt a családon belüli erőszak, illetőleg a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek könnyebben veszítették el a munkahelyüket. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió elnöke által sorolt riasztó statisztikai adatok is rámutatnak, hogy a szenvedélybetegek és a pszichiátriai gondokkal küzdők ellátása komoly feladatokat ró a szakemberekre. A Szeretet Misszió összesen 36 új esélyközpontot üzemeltet az országban, köztük Jászberényben is. Az intézmény Észak-Alföldi regionális központjai szerveztek konferenciát Jászberényben. A legfontosabb cél ez alkalommal az volt, hogy szakmai segítséget nyújtsanak a szenvedélybetegek ellátásával foglalkozóknak. Ez a konferencia az azt szolgálja, hogy a környékben, a megyében összejöjjünk egy kicsit, és szakmailag beszélgessünk ezekről a dolgokról. Tehát nem kifejezetten a lakosságnak, hanem a szakmának szól, hiszen nagyon fontos a prevenció, nagyon fontos, hogy eljussunk a fiatalokhoz, és megtaláljuk azokat a módszereket, amivel fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy ez egy élő dolog, ez egy veszély, ami mindannyiunk számára itt van, a gyerekeinknek, magunknak, szüleinknek, és ezzel érdemes foglalkozni. A tanácskozás résztvevői a módszereket, lehetőségeket, jó gyakorlatokat mutatták be egymásnak. Az ilyen konferenciáknak az legnagyobb hozadéka, vagy az egyik legnagyobb hozadéka az az, hogy találkozunk olyan módszerekkel, amit nem biztos, hogy használunk, hiszen nyilván mi is azt használjuk, ami számunkra kézenfekvő, de ilyenkor jönnek szakemberek, akik hoznak olyan módszert, ami újszerű, nem hallottunk még róla, és ezeket én azt gondolom, hogy ma érdemes kipróbálni mindenképpen. A központok szoros kapcsolatot ápolnak adott települések önkormányzataival, hogy a szociális problémával, szenvedélybetegségekkel, pszichiátriai gondokkal küzdenek, őket a hivatalok közreműködésével elérhessék. Tevékenységüket a város polgármestere is üdvözölte a rendezvényen. Nem is tehetnék más, mint hogy köszönetet mondjak ennek a missziónak és annak a sok-sok szakembernek, aki segíti a misszió munkáját és a Berényi Új Esélyközpont működését, hiszen korábban már elmondtam, hogy mi lehet egy városvezetés, egy felelős városvezetés dolga, mint az, hogy figyeljen a lakosaira és segítse őket. De nem csak azokat, akik szembe jönnek, hanem azokat is, akik esetleg perifériára szorulnak. A városvezető kiemelte az együttműködés fontosságát és erejét ezen a területen is. Reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban is folytatni tudják a közös munkát. A szenvedély és pszichiátriai betegellátás megszervezése jogszabályi kötelezettsége a 10 000 fő fölötti lakosság számmal rendelkező településeknek. E feladat ellátásában segítenek a Szeretet Misszió munkatársai. 2020-ban a KSH adatai szerint 1607 ember volt Magyarországon öngyilkos.
a világon az ötödikek vagyunk ebben a témakörben. És amikor szakembereknek mondom azt, hogy nekünk erre is rá kellene hatni, akkor azt mondják nekem, hogy Feri, ezt nem lehet, ezt engedd el. Én meg azt mondom, hogy már annyiszor hallottam azt, hogy nem lehet. Tegyük már fel a kérdést magunknak, hogy és mi lenne, ha lehetne? Vajon mit kellene tennünk akkor, ha mi kitűznénk célnak, hogy ezen dolgozzunk? Mert hogy gyakorlatilag ez egy indikátor. Ez egy lakmuszpapír, ami megméri Magyarország lakóinak mentális állapotát. Nem kisebb cél tűzte ki az új esélyközpontok, mint hogy ezt a számot szakmai tevékenységükkel 5 évenként megfelezzék. E cél érdekében hozták létre segélyszolgálatukat, működtetik intézményrendszerüket és képzik munkatársaikat, hogy meg tudjanak felelni a maguk számára állított kihívásoknak. Ehhez a Jászberényihez hasonló szakmai tanácskozások is egy-egy jelentős lépéssel járulhatnak hozzá. A hosszú nyári szünet után folytatódott a küzdelemsorozat a női röplabda MB2-ben is. A Jászberényi Röplabda Akadémia felnőtt csapata a bajnokság középcsoportjába kapott besorolást ezúttal is. A Berényi Lányok azt a miskolci csapatot látták vendégül, amely eddig mindkét mérkőzését megnyerte. A Sándor Renáta vezette Jászberényi volleyball team csapata győzelemmel kezdte az idei röplabda szezont Nyíregyházán. November 2-án késő délután pedig hazai közönség előtt is bemutatkoztak, amikor az eddig 2 győzelmet jegyző Miskolc együttesét látták vendégül. Valószínű, hogy a mérkőzés elején emiatt is kicsit izgultak a fiatal Berényi csapat tagjai, amit a vendégek ki is használtak, és 6-7 ponttal megléptek. Aztán szép lassan összeszedte magát a Berényi lánykoszorú, és elkezdtek zárkozni. Ám 1-2 pontnál közelebb nem sikerült megközelíteni ellenfelüket, és így a Borsodi Társaság nyerte az első szettet. A térfélcsere után aztán fordult a kocka. A szép számú hazai közönség előtt bizonyították a lányok, hogy a lelkesedés párosul eredményességgel is, és most ők irányították a játékot, és több pontos vezetésre tettek szert. Természetesen ezúttal a miskolciak próbálták őket befogni, de ez nem sikerült. Így a 2. szettet a hazaiak nyerték, és ezzel egy-egyre alakult az állás. A 3. játszmában ismét változott a játékképe, és ismét a vendégek akarata érvényesült inkább. Sándor Renáta tanítványai ugyan igyekeztek, és nagy lelkesedéssel vetették magukat a küzdelembe, de végül is a vendégek értek hamarébb a 25-höz. A 2-1-es miskolci vezetés után igen szorosra alakult a 4. játszma. Szinte végig a hazai csapat vezetett, de 1-2 pontos távolságra orlholtak a vendégek is. Szerencsére a végjátékban a miénk összpontosítottak jobban, és Nagy Anna ejtésével 2-2-re alakult az eredmény. Következhetett tehát a mindent eldöntő 5. szett. Ebben viszont a vendégek magabiztos játékkal behúzták az 5. szettet, és egyben a mérkőzést is megnyerték. Az elején még ugye az első szettet betudtam az első hazai mérkőzés izgalmának, ott még szerintem mindenki izgult, de ugye a 2-nál már magukra találtak. Teljesen elégedett vagyok a lányokkal, nem is csodálom, hogy kikaptunk, hiszen 2,5 órákat ugye nem szoktunk edzeni, alapozásnál volt 2,5 órás edzésünk, de ahhoz képest nagyon szépen játszottak a lányok, betartották a taktikai utasításokat, amiket kértem tőle, és láttam, hogy folyamatosan figyelnek. Folytatás november 9-én Szolnokon, majd december 1-én újra hazai pályán, amikor a Debrecen lesz a vendég a Bercsényi úti játékcsarnokban. Műsorunk végén lássuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Vármegyei területfejlesztés és versenyképes járások program részben ezekről a témákról szólt a Nézőpont legutóbbi adása, melynek vendége Borbás Zoltán újraválasztott alelnök volt. Önkormányzati finanszírozásban szervezik meg az idei tüdőszűrést Jászárokszálláson. Konferencia a szenvedélybetegek és a pszichiátriai ellátásra szoruló gondozásáról. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják internetes felületeinken, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalán. Vigyázzanak magukra és egymásra. Minden jót kívánok!